az Okos Ovoda programban nyertes óvodák egységes szolgáltatásként kész arculati elemeket tartalmazó modulokból alakíthatták ki honlapjukat a saját igényeiknek megfelelően. Nagyon sok intézmény nem rendelkezett saját weboldallal, vagy ha volt, akkor nehezen használható felülettel rendelkeztek. A szülők az új megoldással könnyen tájékozódhatnak az óvodák programjairól, a mindennapi információkhoz gyorsan hozzájuthatnak. Sajnos ez az év egyikünknek sem úgy alakult, ahogy ezt eredetileg terveztük. Ugye tavasszal beköszöntött a pandémiás időszak, és ugye volt a karantén időszaka. Ott azt láttuk, hogy megháromszorozódott a honlapoknak a látogatottsága, és azt a visszajelzést kaptuk az intézményvezetőtől, hogy nagyon hasznos volt, hogy saját honlappal rendelkeztek, és minden információt meg tudtak osztani a szülők felé. Úgyhogy csak pozitív visszajelzéseket kaptunk ez idáig. Nagyon szerették, könnyen tudják használni. És ahogy mondtam, ugye van olyan kollégájuk, vagy az intézményvezetője, vagy a kijelölt kapcsolattartójuk, aki részt vett egy képzésen, hogy sokkal könnyebben tudják feltölteni az anyagaikat, illetve a szolgáltató folyamatosan, ugye ezt ingyenesen biztosítottuk ezt a honlapszolgáltatást, és mellé pedig ezt a háttértámogatást, hogyha bármilyen nehézségbe ütköznek, ami nem szokott azért sűrűn előfordulni, de akkor is egy folyamatos háttértámogatást biztosít a szolgáltató a részükre. A pályázat benyújtásának követelménye a DigiMini nevű kutatási napló csatolása volt. Ez idén új elemként jelent meg a programban. A naplóban rögzítik az óvodás gyermekek okos eszköz használatának mértékét, illetve készségét is. A szakértők az így összegyűlő információk alapján ajánlásokat fogalmaznak majd meg az óvodapedagógusoknak a digitális média környezethez kapcsolódó nevelési-oktatási kérdésekben. Ugye 2018-ban hirdettük meg először, úgyhogy most már ez a harmadik év, és valóban jövőre is 2021-ben is mindenképpen szeretnénk ezt a sikeres programot folytatni. Magyarországi telephelyen rendelkező óvodák számára hirdetjük meg a pályázatot, elsősorban azoknak, akik nem rendelkeznek önálló honlappal, vagy ahogy mondtam, szeretnék, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni a felületen, vagy egy szebb dizájn felülettel szeretnének rendelkezni, és a honlapunkat kell figyelni, az a digitális gyermekvédelem.hu, illetve a digitális jólétprogram.hu oldalon szokott a pályázati felhívás megjelenni. Várhatóan ez a tavaszi időszak lesz, amikor meg fogjuk újra hirdetni 2021-ben, és akkor van lehetőségük a pályázatnak a benyújtására, amit egy szakmai bizottság bírál el, ezt követően pedig kiértesítjük a nyertes intézményeket, a szolgáltató pedig felveszi velük a kapcsolatot, és elkezdődik a közös munka. A digitális jólét program már eddig is több mint 100 intézménynek segített saját honlapjuk kialakításában. 2020-ban további 100 óvoda kapott egységes szolgáltatásként kész arculati elemeket tartalmazó modulokat. A 3 éves sikeresen működő programnak a honlapfejlesztésen túl része a pedagógusok és szülők tájékoztatása is digitális gyermekvédelmi kérdésekben.